a Nyugat-itthon esemény sorozatát, és a lap kitért a Nyugat-Dunántúl értékeire is, ami egyben már jelzi azt is, hogy milyen kivételes reklámértéke van egy ilyen turisztikai művészeti eseménynek, amiből most már jó néhány közösen meghallgattunk és láttunk. Szeretnék egy rövid részletet felolvasni a cikkből. A térséget nevezhetjük akár ékszerdoboznak is, amely akár az Aranymúzeum számos kincsel kábráztatja el a látogatót. Itt található a különleges hangulatú Sopron, Kőszeg, a Nyugat királynője, a római emlékeket gondos gazdaként őrző Szombathely, Győr, a kultúra városa, vagy országhatárainkon túl is ismert gyógyfürdőink Sárvár és Bükkfürdő. Világörökségi helyszíneink Pannonhalma, Ferkőtáj, középkori váraink, barokk kastélyaink, templomaink felejthetetlen kulturális élményeket tartogatnak. A Szigetköz, Fertőhalság, a Soproni és a Kőszegi hegység, az Őrség vagy a Zalai dombok tájai gyalog, kerékpárral és vízen is bejárhatóak. Az Őrség és Göcsej nyugalmat árasztó tájaink mind a mai napig élnek a népi mesterségek és hagyományok. És ezen a ponton egyrészt én is szeretném köszönteni Teliné Tóth Mariannát, a Magyar Turizmus ZRT vezérigazgató asszonyát, és nagyon köszönjük, hogy eljött és együtt hallgatjuk és nézzük meg ezt a rendezvényt. És egyben szeretném felkérni Tama István urat, a Magyar Turizmus ZRT Nyugat-Dunántúli regionális marketing igazgatóját, hogy mutassa be nekünk ezen a gyönyörű helyszínen, a kincsek termében ezt a különleges ékszerdobozt.